Ezek a katonák alkotják az EUFOR kontingens 28. váltásának állományát. A misszió tagjai közel 30 alakulatból kerültek ki. A katonák döntő részét az MH Nagy Sándor József 51. híradó és vezetésbiztosító dandár adja. Bosznia-Hercegovinába közel 200-an utaznak most. A magyar katonák kiváló felkészültségének és elkötelezettségének... A kibocsátó ünnepségen Somogyi Zoltán vezérőrnagy, a Honvéd vezérkar törzsigazgatója köszöntötte az állományt, kiemelve, hogy Bosznia-Hercegovina stabilitása megkerülhetetlen, kulcsfontosságú tényezőt jelent hazánk kül- és biztonságpolitikája számára. Elmondta, hogy a magyar katonák a boszniai háború lezárása óta vesznek részt béketámogató műveletekben, és a magyar katonák alaprendeltetési feladata a haza fegyveres védelme után a missziós szolgálat. Elkötelezettek vagyunk a régió stabilitásának fenntartásában. Földrajzi közelsége szempontjából kulcsfontosságú számunkra ez a terület. Akár politikai, akár katonai szakmai nyilatkozatokat nézzük, mindegyikben közös alapot jelent, hogy a térség, ezen belül Bosznia-Hercegovina megkerülhetetlen tényezőt jelent hazánk kül- és biztonságpolitikai számára. A köszöntőt követően Takács Tamás ezredes, a tábori lelkészi szolgálat katolikus tábori püspökség lelkészi karának vezetője mondott áldást a katonáknak. Embernek lenni azt is jelenti, hogy felelősnek lenni valakikért. Oda vagyunk kötözve társaink életéhez, néha miattuk vagyunk erősek, máskor miattuk válunk gyengévé. Ti erősítsétek egymást. Az EUFOR kontingens 28. váltása 2024. márciusában utazik ki Bosznia-Hercegovinába.